Szervusztok, Anzsalika Habpatron vagyok, és ez pedig a saját csatornám. Ez a mai videó egy tutorial videó lesz, amiben arra fogok nektek hasznos tanácsokat és tippeket adni, hogy hogyan tudtok férfias dolgokat nőies dolgokra hasznosítani. Ezeket a praktikus praktikákat tudod alkalmazni, például ha a praktikerbe mondjuk ott ragadsz éjjel, mert elaludtál a kerti részlegen a kényelmes hintaágyba, és rád zárják az üzletet, mert mondjuk nem horkolsz és nem vesznek észre. Ott kapható dolgokkal ki tud festeni akár a körmödet, vagy pipereszközként használni egy fúrógépet, vagy hogyan tudsz vizet csiholni a fürdőszoba részlegen a kiállított fajanszokból. Az első ilyen szerszám, ami biztos, hogy mindenhol megtalálható, akárha egy fészerbe tartanak fogva téged, az a fúrógép. Ez az agy része, ez a nyomógombja, és akkor van ez csak egy ilyen játék. Mert ugye az a fő lényege hogy egy nőnek, hogy ez lukas. És ebbe bele tud dugni mindenféle dolgot. Ezzel a fúrógéppel például lehet üveget mosni. Egyszerűen belefogatod az üvegmosót. Hát mondjuk egy befőttes üveget könnyebben ki lehet, de használhatsz hozzá poharat. Azt nem érem el. Mondjuk itt van ez a vizes palack. Ezt bele tudod szuszakolni. Egy pillanat alatt eltisztítja. És hogyha elfáradsz, nem is kell fognod, tehát nem kell itt tartanod, egyszerűen csak ráhúzod az üveget, és már kész, tiszta is. Ebből ezt így beilleszted, tudsz ezzel habot verni a fürdőkádba és a habfürdővel, beöntöd a kádvízbe, és már mehetsz is fürdeni. Most ezt itt jól beszorítottam, ehhez vannak különböző eszközök, ezt be kell fúrni a kis kézi behajtóval, és benne van ebbe, de semmi baj, mert már kezdheted is a takarítást. Tudunk akár cipőt tisztítani, főleg egy ilyen kis velúr tornacipőnek ez nagyon jót tesz, mert ugye azt nem lehet úgy boxozni. Van rajta elemlámpa is. Hazamész, bent találod a kulcsodat, akkor tudsz keresni ezzel ugye a kis táskába, de hogyha meg nem találod meg a kulcsot, akkor szét tudod vele szerelni az árat. Csiszológép, ez egy kis cuki tárgy, és ezt lehet például használni masszírozásra. Akad minden háztartásban olyan fazék, amit már nem használunk, mert a szilvalekvár főzésnél beleragadt a szilvalekvár, vagy leégett benne a lecsó. Ennek egyébként nagyon hasonló hangja van a tibeti hangtálakhoz. Ez most itt egy hanglábossá változott, de ti is láthatjátok, hogy alakul, még egy pár perc munkával az egészet újra-újra varázsolhatod. Ezzel a fűrésszel például felvághatsz mürelit dolgokat, amit mondjuk nem akarod megenni az egészet, de egybe van. Érdemes kibontani, kihelyezed a lapra, és egy egyszerű mozdulattal már kész is. Egy ilyen takkerrel nagyon sok mindent tudunk így összevarni. Itt van egy régi kis pólóm, ide helyezed a vágódeszkára. Ugye a fűszereket egyszer használtad, nem tudod visszazárni, megpróbáld így ráhajtogatni, de az ilyenekbe könnyen belemásznak a ragadozók, az ételmoly megtámadja, tehát a fűszerragadozók. Így, és akkor ez kész is van. Így egybe is tudod használni, meg mindent megtalálsz, mert tudod, hogy itt van a pólód, a fűszerek mellett, és bármi, amit még ide takkeroltál. Tehát a permetezőgéppel rengeteg mindent lehet végezni. Nagyon sok kis állat van, amelyik nem szereti a fürdetést, például egy kutya, de így könnyen meg tudjuk fürdetni, mert beleöntöd a samponos vizet, és szaladsz utána, és már el is éred. Takarítás közben akár hasznos lehet, hogy ez a hátunkon legyen, mert amire szükségünk van, azt így levizeljük, megtakarítjuk, ha elfáradtunk, tudunk inni belőle, és végül is egy praktikus viselet. Itt már most egy munka közepébe kapcsoltam be nektek a kamerát újra, készítettem leveles tésztát, ebből készíthet a szerelmednek különböző szerszám alakú
süteményeket, egyszerűen csak körbevágod magát a szerszámot, és már kész is a kis kalapács, ez mehet a sütőbe, majd ha már megsült, akkor tudsz vele kalapácsozni. Ezeket a szögeket, csavarokat, ezt lehet felterelni ropi helyett, ilyen kis krékerként. Már előkészültem egy pár süteménnyel nektek. Itt van egy csavarkulcs, ez pedig egy kis szög, amit be tudsz verni a kis csavarkulcsoddal. Jó étvágyat! Mi van még a praktikerben? Például tédugó, ebből ott, hogyha be vagy zárva, főleg egy hosszú hétvége van, ott töltöd az egész karácsonyt, és ezért mégis szeretnél játszani, akkor lehet mindenféle alakzatokat kirakni. Ide bedugod, akkor ezt meg át tudod dugni ide, és akkor így szépen sorba építgetheted. És én most építettem nektek egy karácsonyfát tédugókból, és hát egy ilyen kis karácsonyfába annyi karácsonyfa ízót dugsz be, amennyit akarsz. Sziasztok! Iratkozzatok fel a csatornámra, ha van hozzá kedvetek, vagy legyetek tagok, és írjátok meg, hogy ti mit, mire használnátok nőiesen a praktikerből.